Szeretettel köszöntöm a Pest Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelő szülőkkel foglalkozó csoportjának a vezetőjét, Torzsa Lajost. Jó napot kívánok! Isten hozott ebben a műsorban, ahol családdal, családvédelemmel, társkereséssel, gyermekvédelemmel, tehát mindennel, ami a családdal kapcsolatos, foglalkozunk hétről hétre. Köszönöm a bátorságot, tehát köszönöm az engedélyezők engedélyét. Köszönöm szépen a meghívást. Örömmel, és szívesen látlak máskor is, tehát hogyha tegeződjünk. Köszönöm szépen. Kérnem az elején mindjárt rögtön, hogy ha bármikor olyan történet akadna a tarsolyba, amit úgy gondolod, hogy érdemes volna erről a dologról sok embernek tudni, akkor várunk szeretettel, és helyet kap a szolgálat, hogy beszámoljon szép és jó történetekről, vagy éppen, ha valami kirívó negatív példa van, azt is elmondjuk, mert hát ilyen is előfordul az életben. Én úgy tudom, hogy átszerveződött maga ez az egész gyermekvédelmi szolgálat egy pár évvel ezelőtt, és úgy alakult ki ez a rendszer, hogy különböző szekciók vannak, és ti vagytok így a gyermekvédelmi szolgálaton belül, akik a nevelőszülői hálózattal foglalkoztak. Ez mit jelent tulajdonképpen? Mi a ti feladatotok ebben? Tehát mi a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és intézményei vagyunk. Ennek az egyik csoportja a nevelőszülői hálózat. Mi otthonnyújtó ellátást biztosítunk a családjukból kiemelt gyermekek számára. Az otthonnyújtó ellátásnak így a szakszolgáltatáson belül van egy másik csoportja, ők a gyermek- és lakásotthoni hálózat, tehát ők ugyanezt a feladatot gyermekotthonokban, lakásotthonokban végzik. A nevelőszülői ellátás az egy sokkal családiasabb gondozási forma. Mi gyakorlatilag a nevelőszülőknek a munkáját segítjük, támogatjuk, illetve hát részemről pedig a nevelőszülői hálózatnak a szakmai munkáját irányítom. Ez jelenti azt nyilván, hogy ellenőrzitek azt is, hogy mit, mikor és hogyan csinálnak. Így van. De nem akarok mindjárt a téma közepébe vágni, előbb szeretném megkérdezni, hogy miért kell egy gyermeket a családjából kiemelni, hiszen ez hangzott el. Sajnos létezhetnek a családokban olyan diszfunkciók, olyan problémák, amelyek nem engedik meg, hogy a gyermek a családjában maradjon, illetve előfordulhat az is, hogy a gyermek olyan veszélyben kerül adott esetben a saját családjába, ami miatt őt ideiglenes hatálya vagy akár nevelésbevétellel kell kiemelni a gyermeket. Nekünk az a feladatunk az alapellátással gyakorlatilag, akik ezt a kiemelést a gyámhivatal döntésével meghozzák, illetve az alapellátás javasolja, a gyámhivatal meghozza a döntést, hogy a gyermek a vér szerinti családjába visszakerüljön. Tehát nekünk a mi munkánk során végig ezt kell a szemünk előtt tartani, és így kell végezni a munkáját a nevelőszülőnek is. Ez a szépsége és a nehézsége a nevelőszülői munkájának, hiszen neki úgy kell a gyermeket nevelni, hogy rövid, illetve középtávon azért világos és látható célként lebegjen azért mindenkinek a szem előtt az, hogy a gyermek visszakerülhet a vér szerinti családjába. Tehát előfordulhat magyarán mondva az, hogy az az ok, ami miatt a gyermeket abból a családból ki kellett emelni, az esetleg megszűnik, megváltozik, és helyreáll a család valamilyen módon, mondjuk egy alkoholista családját ütőverő édesapa leszokik az alkoholról, valami csoda folytán elő szokott ilyen fordulni, vagy éppen egy édesanyával esik meg ugyanez, és hogyha helyreáll az ő egészsége, képes arra, hogy a családban a ráosztott szerepet becsülettel ellássa, akkor visszakerülhet a gyerek. Így van, tehát az alapellátás onnantól kezdve, hogy a gyermek kiemelésére tett javaslatot, az alapellátásnak az a dolga utána, hogy azon dolgozzon, hogy a gyermek vissza is kerülhessen a vér szerinti családjába. Ennek nagyon fontos sarokköve a kapcsolattartás a gyermek és a vér szerinti szülők között. Nekünk a nevelőszülői hálózatnak is a gondozási feladatok mellett gyakorlatilag ez az egyik legnagyobb feladatunk, hogy ez a kapcsolattartás egyrésztről megvalósuljon, a kapcsolattartás az minőségi legyen, és hogyha a kapcsolattartásban fejlődés mutatkozik, akkor azt még inkább bővítsük. Adott esetben például a gyermek mondjuk már időszakos kapcsolattartással, például ünnepek alkalmával már egy időszakot otthon töltsön a vér szerinti családjában. Értem. Én még mindig visszakanyarodnék egy picit az elejéhez, és azt szeretném megkérdezni, hogy hogy derül az ki, hogy egy gyermek olyan veszélyeztetett helyzetben van, hogy esetleg erre az intézkedésre kerülhet sor, hogy valahol valaki javaslatot tesz arra, hogy erre, ezt a gyermeket ebből a családból, erről a helyről ki kell emelni, muszáj egy környezetváltozása számára. Mondjuk a rendőrségi ügyeket természetesen nem kell magyarázni, mert hogy nyilvánvaló a hatóság megjelenése azonnal mintegy kötelezi a hatóságot, hogy ilyen irányba eljárjon, de hát azért szerencsére talán ez a ritkább, nem? Igen. Az alapellátás, és ez alatt leginkább a gyermekjóléti szolgálatot, illetve a gyermekjóléti központot értem, ő a jelzőrendszer közepe. Hozzáfutnak be azok a jelzések iskolától, háziorvostól, védőnőtől, rendőrségtől, ügyészségtől, pártfogó felügyelettől, tehát gyakorlatilag a társadalom minden pontjáról, akik a gyerekkel érintkezhetnek, tehát hozzájuk érkeznek be azok a jelzések, amelyek a problémát jelzik, és innentől kezdve az alapellátásnak az a feladata, hogy ezt a problémát próbálja megoldani a saját eszközeivel. Hogyha ez nem lehetséges, akkor terelődhet az ügy hatósági szintre. Itt még van egy lehetőség, a gyermekvédelem bevétele, ahol már hatóság írhat elő magatartási szabályokat a szülőnek és a gyermeknek egyaránt, illetve az alapellátást bízza meg azzal, hogy tartassa be, illetve felügyelje azt, hogy a szülő, illetve a gyermek betartja ezeket a szabályokat. Hogyha ez nem történik meg, akkor lehet a védelembevétel felülvizsgálat akkor, illetve hát rendkívüli esetben akár anélkül is javaslatot tenni arra, hogy akkor a gyermeket emeljék ki a családból. Van egy másik lehetőség is arra, hogy a gyermek kiemelődjön, ez az ideiglenes határidő elhelyezés. Itt viszont már a gyermeket veszélyeztető oknak kell fennállni ahhoz, hogy őt azonnal kiemeljék a családjukból. Ez az azonnal, ez mit jelent? Mondjuk egy ilyen hatósági intézkedési rendszer azért elég lassan működik. Ez az azonnaliság akár azt is jelentheti, hogy ott abban a pillanatban, amikor a gyámhivatal vagy az erre jogosult szerv észleli ezt a problémát, tehát ilyen hatósági intézkedést kezdeményezhet egyébként rendőr is, akkor ő azonnal hozható akár olyan döntést, hogy a gyermeket kiemeli a családjából, és utána majd a gyámhivatal később dönt a gyermek további sorsáról. A szakszolgálat feladata egyébként a gyermek szükségletének a megismerése, kivizsgálása. Biztosítása. Itt szociális munkás, pszichológus, orvos, illetve szükség esetén pszichiáter megvizsgálja a gyereket, és megállapítja, hogy neki milyen gondozásra van szüksége. Adott esetben itt dől el az is, vagy itt tehetnek javaslatot arra, hogy ennek a gyermeknek, egy adott gyermeknek egy nevelőszülői ellátásra van inkább szüksége, vagy éppen az ő szükséglete inkább egy gyermekotthoni ellátást követel, vagy igényelne meg. Ennek talán az a családi környezetet tanulmányozó egy ilyen tanulmány, ami ezt összesíti, nyilván szükséges egy ilyet készítetni, és ez alapján döntik el. Nyilván, tehát az egész intézkedésnek az alapellátásban, illetve a szakellátásban is van egy adatlap rendszere, ami azért jó, mert az ügyet egymásnak átadó szakemberek, illetve az egész fölött döntést hozó gyámhivatal ebből az adatlap rendszerből, ezekből az adatlapokból tud tájékozódni, és úgy tudnak döntést, illetve javaslatokat hozni a szakemberek. Gondolom sok sírás van azért egy-egy ilyen eljárás során, mert amikor a szülő esetleg éppen valami olyat tesz, ami miatt azt a gyermeket tőle el kell távolítani, vagy nem felel meg a szülői feladatának valami más miatt, egy később időpontban, amikor éppen mondjuk kialussza a részegségét, akkor elkezd sírni, és megpróbál mindent elkövetni, hogy visszakapja a gyerekét. Ez egyébként talán lehet éppen a jó irányba való magatartásán, vagy a magatartásán egy jó irányba való segítség, hogy megmozduljon. Gondolom van ilyen, ugye? Igen, tehát amikor hatósági döntés megszületik, történik, akkor azért az lehet egy indikátor annak, hogy akkor a szülőnek tenni kell valamit a annak a problémának a megoldása érdekében, amiben ő benne van, ehhez ő az alapellátástól kérhet segítséget, illetve a szakszolgálatnak is van feladata azzal, hogy a vérszerinti szülő családgondozását végezze, tehát gyakorlatilag két oldalról tudjuk a szülőt támogatni. A kapcsolatunk a vérszerinti szülőkkel természetesen mindig nehezen indul, hiszen a vérszerinti szülőnek az első időszakban el kell fogadnia, hogy a gyermeke szakellátásba kerül, de az esetek túlnyomó többségében látni fogja azt, hogy a nevelőszülő azért dolgozik, hogy a gyermek visszakerülhessen hozzá, és amíg ő összeszedi az erőforrásait, addig nem kell aggódnia a gyermek miatt. A nevelőszülő, hogyha rendszeresen biztosítja a kapcsolatot, ami egyébként kifejezett kötelessége, akkor a vérszerinti szülő érzékeli azt, hogy neki lesz ideje és lehetősége a szakellátás ideje alatt is a gyermekével foglalkozni, vele időt együtt tölteni, és így szépen tudunk együtt haladni előre annak az irányába, hogy adott esetben tényleg megszűnjön ez a nevelésbevétel. Hogyha erre nincs esély, akkor is fontos a gyermek számára az, hogy az a közeg, ahonnan ő kikerült, az ne vesszen el a látóköréből. Azért a nevelésbevételek egy része azért nem szűnik meg hazagondozásra, tehát a gyerekek jó részével azért nekünk van dolgunk egészen a felnőtt korukig, fiatal felnőtt korukig, de akkor is fontos az, hogy a családi háttér, a családi kötelék az megmaradjon és élő maradjon, egymás között azért tudják tartani a kapcsolatot. Gondolom, hogy a gyermek természetesen vágyik a szülővel való kontaktra, de egy idő után, különösen minél hosszabb az idő, amit a saját családjából kiemelve tölt el, egyre jobban megszereti azt az új környezetet, egyre jobban elfogadja és ragaszkodik hozzá. Jól gondolom? Ő jól gondolja, a nevelőszülő is ember, a nevelőszülői gondozásnak gyakorlatilag az a lényege, hogy a gyermek egy elfogadó, a családi melegséget, a családi mintát átadni képes közegbe kerüljön. A nevelőszülők gyakorlatilag néhány hét, néhány hónap alatt olyan kapcsolatot tudnak kialakítani a gyerekekkel egy beszoktatási időszak után, hogy abszolút családként tudnak a valóságban is funkcionálni. Ez alatt azt értem például, hogy a nevelésbe vett gyermekek és a nevelőszülő saját gyermekei az esetek túlnyomó többségében gyakorlatilag kivétel nélkül azt mondhatom, hasonló státuszban vannak a családban, sőt olyan is előfordult már, hogy a nevelt gyermek körül forgott gyakorlatilag a családnak a működése. Annyi inger éri nyilván a gyereket a bekerülés előtt, tehát ami esetleg sérelem lehet a számára, ami viszont ilyenkorra azt szoktuk tapasztalni, hogy azért elmúlik, a gyerek is lenyugszik, és elkezdődhet tényleg a saját szüleihez egy olyan fajta viszonyulás, ami már kicsit a problémáktól mentes és a mindennapos bajoktól mentes, és ez sokszor azt látjuk, hogy a szülőket is megnyugtatja, hogy jó helyen tudják a gyereket, és akkor hogyha működik tényleg egy segítő háttér az alapellátás részéről, illetve sok esetben az élethelyzete, hogyha úgy változik a szülőnek, akkor tényleg nyugodtan tudja ő is megvalósítani azt, hogy akkor egyenesbe hozza a saját életét. Ahogyan említetted a felsorolásnál, a társadalom minden rétegéből jönnek olyan emberek, akik jelezhetik az alapellátás felé, az alapellátási szakszolgálat felé, hogy esetleg látókörbe került olyan gyermek, akivel előbb-utóbb lehet, hogy találkozni, foglalkozni kell. Én arra gondoltam, most egy teljesen nem létező eset jutott eszembe, hogyha például most devizahitel során tudható, hogy valahol valaki elveszíti a lakását, a lakhatását, és éppen egy csecsemője van, nyilván a csecsemővel együtt nem lehet hajléktalanná válni. Akkor ilyenkor működésbe lép ez a rendszer, ugye? És akkor a csecsemőt egyelőre várhatóan megvizsgálják a szülőnek a lehetőségét, hogy van munkája, fog tudni albérletet fizetni, lesz rendes lakhatása, és akkor esetleg előbb-utóbb néhány hónapon belül, ha feláll a rendszer, akkor visszahelyezik a gyermeket az ő családi körébe. Nem azért vették el, mert mondjuk akár pedofília, akár másfajta erőszakosság történt, hanem egy előre nem látható, vagy akár számítható, de külső körülmény volt, ami közrejátszott ebben. Ilyenkor kerülünk, jól gondolom, hogy nevelőszülőhöz? Nekem ilyen tapasztalatom nincsen. Tehát a gyermekvédelmi törvény világosan kimondja, hogy anyagi okok miatt gyermeket a családjából kiemelni nem lehet. Hogyha egy szülő, illetve egy család alatt annyira megcsúszik a talaj, hogy adott esetben ők elveszítik a lakhatásukat, de egyébként ők együttműködőek, akkor azért a szociális védőháló van annyira erős, hogy még egy ilyen ügyben meg tudja tartani a családot. Léteznek olyan átmeneti otthonok, amelyek még alapellátási intézmények, akár gyermekek átmeneti otthona, akár családok átmeneti otthona, ahol egy család meg tud egy ilyen időszakot úgy élni, hogy a gyermeket nem kell emiatt a családból kiemelni. A gyermekek átmeneti otthonába csak a gyermeket lehet elhelyezni. Ezt legegyszerűbben úgy lehet megfogalmazni, hogy egy ilyen kvázi kollégiumként működik, viszont nyilván gyermekvédelmi probléma miatt kerülnek oda be gyermekek, illetve akkor, hogyha a család rövid ideig nem mulasztás miatt, de így ő funkcióját veszti. A családok átmeneti otthonába pedig gyakorlatilag, ahogy a neve is mondja, egész családokat tudnak elhelyezni, és általában egy apartmanrendszerben, de egyébként közös terekben élnek a családok, és ott is segítséget kapnak abban, hogy szépen elkezdenek újra funkcionálni. Tehát devizahitellel kapcsolatban, meg általában önhibáján kívül veszélybe került családokkal kapcsolatban ritkán én még nem hallottam olyanról, hogy gyermek került volna emiatt szakellátásba. Köszönöm szépen! Éppen az előző héten és a megelőző héten is a Menedék Alapítványnak volt itt két képviselője, akik éppen ilyen családok átmeneti otthonát működtetnek. Van külön fiú otthon, van leány otthon, van átmeneti család otthon is, van Budapesten, van vidéken, mindenhol jól ráláttunk ott annak idején is erre a problémára. Azt szeretném megkérdezni még, hogy esetleg birtokában vagy a néhány statisztikai adatnak. Ez a gyermekvédelmi szakszolgálat, aminek te a nevelőszülőkkel kapcsolatos csoportja vezetője vagy, ez itt Budapesten vagy Pest megyében működik? És igen, elnézést. Semmi baj. Tehát mi Pest megyei illetékességűek vagyunk, de a székhelyünk az Budapesten van. Tehát mi a Pest megyei illetékességű gyermekeket látunk el. Nyilván Pest megyének van egy speciális jellege, mi tükörtojásnak szoktuk hívni, hogy a közepén ott van Budapest. A Nagy Budapest. Ennek előnyeivel és hátrányaival. Gyakorlatilag az ország legnagyobb megyéje vagyunk, tehát a két legtávolabbi pont az több mint 200 km Pest megyének. Nevelőszülőink vannak gyakorlatilag a megye összes jelentős területén, illetve Budapesten is. Értem. És ez a szakszolgálat szervezeti rendszerint akkor minden megyében önállóan működik? Így van, vannak minden megyének saját szakszolgálata. Ennek fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, és ő pedig egy országos illetékességű szerv, tehát ő az, aki fenntartja ezeket az intézményeket. Most már a gyermekvédelmi intézmények összessége állami fenntartású, tehát most már nem tartanak fönt a megyei, illetve a városi önkormányzatok gyermekvédelmi intézményeket. Ennek az volt a célja, hogy a gyerekek egységes színvonalú ellátást kaphassanak, ne legyenek különbségek az szerint, hogy az egyik megye mennyire gazdag vagy mennyire szegény. Így van. Értem, ez logikus és ez észszerű is így. Akkor szeretnék most egy kicsit a saját szakterületed irányába menni. Köszönöm ezt a rendkívül precíz és pontos, jó felkészültséget mutató tájékoztatót. a nevelőszülőkkel kapcsolatban. A nevelőszülők kiválasztása is a te vagy a ti hatáskörötökbe tartozik, vagy már egyébként működő nevelőszülői rendszerbe helyezitek el a gyermekeket? Tehát gyakorlatilag az egyik legfontosabb feladatunk a nevelőszülők kiválasztása, a képzésük, továbbképzésük biztosítása. A nevelőszülőnek jelentkező személyeket gyakorlatilag nekünk nagyon át kell monitorozni. Az a legfontosabb, hogy ebbe az egész történetbe ő is megtalálja a saját számítását és a céljait meg tudja valósítani, illetve nekünk pedig olyan megbízható emberekre van szükségünk, akik lelkiismeretesen tudják vállalni a gyermekek gondozását, nevelését. Igazából nevelőszülő lehet bárki, aki a 24. életévét betöltötte. A nevelésbe vett gyermeknél legalább 18, de maximum 50 évvel idősebb. Nincsen cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, és a tárgyi, egészségi és pszichés feltételei azok adottak ahhoz, hogy ő ezt a munkát elvégezze. Ebből kifolyólag mi szoktuk vizsgálni a nevelőszülő motivációját. A kiválasztás az gyakorlatilag úgy szokott történni, hogy a nevelőszülő megkeresésére még motivációs levelet és egy önéletrajzot szoktunk kérni. Utána megvizsgáljuk a nevelőszülő tárgyi feltételeit, az egészségi feltételeit, azt a házi orvosa tudja számunkra így igazolni, így van. És ami nagyon fontos, egy pszichológia alkalmassági vizsgálaton kell, hogy átessen a nevelőszülő, ahol megvizsgálják az ő pszichés tulajdonságait, illetve ami nagyon fontos, a motivációit, hogy mi motiválja őt ebben a segítésben, hogyha itt olyan eltérések vannak, diszfunkciók vannak, akkor vissza szoktuk utasítani a jelöltet. Mondok egy nagyon egyszerű és jellemző példát, hogyha valaki mondjuk örökbefogadó szülői szándékkal érkezik, tehát örökbe szeretné fogadni a gyermeket, nem pedig nevelőszülőként szeretné nevelni. Ez logikusan kizárók. Akkor az egy kizárók, de mindjárt át tudjuk irányítani az illetőt az örökbefogadói csoportunkhoz, akik viszont ilyen motivációi embereket keresnek. Így van. Ez logikus, igen, ez észszerű is. Jó a működés akkor így a csoportok között, napi kapcsolatban. Abszolút, így van, így van. És hogyha van egy alkalmas jelöltünk, akkor szoktuk őt egy képzésre elküldeni, és a képzést követően tudjuk működési engedélyeztetni az ő nevelőszülői engedélyét, tehát annak a lehetőségét, hogy ő végezze a munkáját, és hogyha ez megvan, utána tudunk hozzá gyermeket kihelyezni, illetve hát nem mi, hanem a szakszolgálat. Igen. Hogyha létrejön mondjuk egy gyermek esetében, hogy nevelőszülőhöz kihelyezi, akkor ez a nevelőszülő, illetve nevelőszülőpár, mert gondolom nem egy emberről van szó, hanem inkább család révén, ugye családot kell pótolni, itt mindenképpen arról van szó, hogy egy férfi és egy nő, egy férj és egy feleség, vagy lehet élettársi kapcsolatban állók is fogadhatnak be így gyermeket? Lehetnek ők is nevelőszülők? Természetesen. Az nagyon fontos, és jól mondtad, hogy itt nevelőszülői családokban gondolkozunk. Tehát itt azt is figyelnünk kell, és a kiválasztásnál ezt is figyelembe vesszük, hogy mi az a háttér, amelyben a nevelőszülő jelölt él. Nagyon fontos, hogy az ő élettársa, férje, felesége, mert vannak férfi nevelőszülők is, tehát hogy a párja is támogassa a nevelőszülő jelöltünket a nevelőszülői munkájában. Erről őt egyébként nyilatkoztatjuk is. Gyakorlatilag itt a szószoros értelmében egy családról beszélünk, amelynek minden tagja gyakorlatilag fontos szerepet játszik a nevelőszülőségben, még akkor is, hogyha az adott feladattal a nevelőszülő van megnevesítve, de természetesen egy nagyszülő is ugyanúgy tud egy minta személyként funkcionálni a gyermek életében. Adott esetben egy nagy testvér, egy felnőtt korú saját gyermek ugyanúgy tud praktikus segítséget nyújtani a gyermek életében, gondolok itt például az iskolába, vitelre, iskolából elhozatalra. Tehát, hogy ez a család egy egész csapatként funkcionál, és nekünk úgy is kell őket kezelni. de igazából nevesítve mindenhol a nevelőszülő van, ami néha így talán akár igazságtalannak is mondható, mert hogy egy család ott van mögötte. Érdekes gondolat jutott eszembe, hogy valójában mindig öröm van a ti munkátok mögött, mert hiszen a nevelőszülő, aki jelentkezik, örvendezik, hogyha kaphat gyermeket nevelésre. Hiszen ebben az irányban motivált. Részben ennek van gyermekszeretői oldala, részben esetleg lehet, hogy talán éppen a saját gyermek hiánya, de nem akar örökbe fogadni, ha azt kihangsúlyozza, hanem inkább csak nevelni szeretne gyermeket, akkor lehet belőle nevelőszülő, és hát akkor örül, hogyha veletek találkozik, és ti pozitívan álltok ehhez a dologhoz. De ugyanúgy a gyermek is, hogyha egy jó családba kerül így bele, akkor ő is örömben részesül, és akkor is örvendezés van, hogyha ennek a dolognak éppen vége szakad, mert akkor mindenki boldog, mert a nevelőszülő úgy nevelte azt a gyermeket, hogy visszakerülhet a családjába, a gyerek örül, mert végre apával, anyával élhet együtt, az igazi édesapjával, édesanyjával, és a nevelőszülő pedig kaphat egy új gyermeket. Milyen átfutási idő szokott lenni egy-egy gyermeknek így nevelőszülőnél való kihelyezésnél? Létezik erre valamiféle statisztika, vagy pedig minden egyes eset teljesen egyedi, és lehet, hogy valaki akár a csecsemőtől a felnőtté válásig egy nevelőszülőnél van, vagy pedig elképzelhető, hogy néhány hónap után visszakerül valaki. Van erre valami statisztika? Létezik? Először én visszakanyarodnék egy picit. Itt az öröm után itt azért munka van. Tehát itt ezekkel a gyermekekkel utána, akik nyilván nagy traumán estek át, adott esetben lemaradásuk van a fejlődésükben, szocializációjukban. Tehát ezeket a lemaradásokat be kell hozni, ezeket a traumákat meg kell tudni, meg kell próbálni, hogy a gyermek fel tudja dolgozni. Ez a gyermeknek segítséget kell adni, mintát kell adni a gyermek számára, hogy milyen emberré kellene neki válnia. A hazagondozás, illetve adott esetben a gyermek örökbeadása is azért egy nehéz feladat, hiszen a gyermek kötődik a nevelőszülői családhoz, a nevelőszülő is kötődik a gyermekhez. Erre nekünk tudatosan kell a nevelőszülőt felkészíteni, és tudatosan kell gyakorlatilag minden olyan esetben, amikor ennek, tehát nem azt érezzük, hogy a nevelőszülő ezt támogatná, őt neki jelezni, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a gyermek hazakerülhessen. A hazagondozás lehetősége is, hogyha itt szürke statisztikát mondanék, akkor nem tudnám érzékeltetni azt, hogy mekkora különbségek vannak abban, hogy egy gyermeknek mekkora esélye van hazakerülni. Annyit tudok elmondani, hogy jobb esélye van annak a gyermeknek az hazakerülésre, aki még egész kiskorába került szakellátásba. Még ott az ő sérülései is kisebbek, tehát kevesebb ő traumát élt meg, illetve azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor még a szülők is sokkal motiváltabbak abba, hogy dolgozzanak azért, hogy a gyermek hazakerülhessen. Mindenre van példa, tehát arra is van példa, hogy egy gyermek néhány hónapot van szakellátásban, és arra is van példa, hogy csecsemőkorától egészen fiatal felnőtt koráig lesz nevelésbe véve. Illetve van egy réteg, akinél, hogyha nem oltató meg a hazagondozás, és fennállnak a jogi feltételei, akkor ők örökbe fogadásra kerülnek a hálózatunkból. Igen, hát a korábban említett információs cserebere alapján. Azt szeretném megkérdezni, hogy az is megszokott dolog-e, hogy amikor valaki egy gyermek ellátásba kerül, ellátásba veszik, és családokhoz kikerül, a családot pótló családgondozókhoz, nevelőszülőkhöz kikerül, akkor annál az egy családnál marad-e, vagy pedig van olyan, hogy valaki egy ideig egy családnál, aztán egy másik családnál, mert ez akkor egy kicsit úgy ellene dolgozna annak, hogy valóban egy igazi jó identifikációt szerezzen ez a gyermek, hogy biztonságos háttért kapjon. Hát az egyik legfontosabb feladatunk a gyermek szemszögéből az állandóság biztosítása. Tehát, hogyha van rá mód, akkor a gyermek végig azon a gondozási helyen fog maradni. Persze adódhatnak olyan körülmények, amely ezt akadályozza. Igen. Még erre is azért szoktunk megoldást találni. Erre kiváló megoldás, hogy nem csak a nevelőszülő, hanem az élettársa, házastársa is elvégzi a nevelőszülő tanfolyamot, és adott esetben ő nevelőszülővé tud válni. Tehát nem kell abból a családból őt egy másik családba áthelyezni. Tehát így az élet, a praktikus okok azért bennünket is felkészítenek arra, hogy amíg van arra lehetőség, hogy a gyerek abban a családban nevelkedjen, addig mi mindent megteszünk azért, hogy ne kelljen családot váltani. Említetted ezt a tanfolyamot, amit a nevelő szülőnek el kell végeznie. Mennyi ideig tart egy ilyen tanfolyam, és milyen rendszerben kell tanulniuk? Ez most átalakuló félben van. Korábban volt egy úgynevezett fix tanfolyam, ez egy 60 órás tanfolyam volt, ennek egy része egy döntés előkészítő tréning volt, a második része pedig egy tanfolyam volt. A döntés előkészítő tréning lényege az volt, hogy a nevelőszülő jelölt még itt el tudta dönteni azt, hogy akár azt, hogy az ott hallottak alapján ő mégse tudja vállalni ezt a kihívást, vagy nem akarja vállalni. A tanfolyam része pedig gyakorlatilag egy jogi ismeretet, nevelési, pedagógiai ismereteket, illetve nevelőszülők, működő nevelőszülők bevonásával praktikus ismereteket is adtak át a nevelőszülőknek. Ez a képzési rendszer ez most változni fog, most már a nevelőszülőknek OK-s képzést kell végezniük, hiszen a nevelőszülői hivatás az szakmává vált, tehát professzióvá vált. 2014-ben már elsőtől a nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonyban végzik a tevékenységüket. Ezzel őket gyakorlatilag a korábbi szintről egy ilyen kvázi társadalmilag elfogadott társadalmi munka szintjéről tényleg egy szakember szintjére emelték, viszont cserébe a nevelőszülőknek egy magasabb képesítést, egy magasabb tudást kell birtokolniuk, ami jelen esetben egy 500 órás az országos képzési jegyzékben szereplő úgynevezett befogadó szülői képzés. Ez is hasonló, mint a fix képzés, viszont ez sokkal mélységében, sokkal inkább bele tud menni olyan kérdésekbe, ami aztán a nevelőszülő számára fontos lesz. Hallottam erről a képzésről, és hallottam a viharokat is, amik ezek körül hullámok formájában eljutnak mindenfelé, és valójában megértem azt, hogy természetesen szükséges többet tudni, többet tanítani, többet megtanítani, hogy jobban végezhesse az a nevelőszülő a dolgát, különösen mivel egy olyan gyermekről van szó, vagy több olyan gyermekről van szó, esetleg egy család több gyermeket is befogadhat, akik nem a saját gyermekei, még nagyobb felelősség idegen gyermeknek a nevelésével kapcsolatban, ehhez jobb, ha többet tud, jobb az alap. Viszont azt is hallottam, hogy rendkívül nehézzé teszi ezt a dolgot a már meglevő, esetleg még ezt a tanfolyamot el nem végzett embereknek az erre való kötelezése, hiszen itt nem egy családot megelőző állapotban kell végigjárni egy 500 órás tanfolyamot, hanem a tanfolyamnak úgy kell lebonyolódnia, hogy eközben a családnak működnie kell, és lehet, hogy ott van 1, 2, 3, 4 valahány gyermek. Az olyan fontos, hogy van egy kivételezett kör, akinek ezt a tanfolyamot már nem kell elvégezni, ők, akik az öregségi nyugdíj előtt állnak 5 évvel, legalább 10 éve nevelőszülői, egybefüggően 10 éve nevelőszülőként működnek, illetve már rendelkeznek nevelőszülői képzéssel, korábban is volt egy ilyen hivatásos nevelőszülői OK-s képzés volt korábban. Nyilván mi is érzékeljük a saját nevelőszülőink részéről azt, hogy nekik problémát jelentett az, hogy megszervezzék így az életükben, hogy a képzésekre eljárjanak, viszont emellett azért azt a visszacsatolást is kapjuk, hogy azért a problémák és a nehézségek ellenére mégiscsak megérte a képzésben nekik részt venni, hiszen nagyon sok újdonságot tanultak. Azért a nevelőszülőkre jellemző, hogy ha mondjuk egy adott problémával kerül be egy gyermek, akkor arra a problémára ők nagyon jól tudnak specializálódni, és a gyerek problémáját megoldani, viszont így egy sokkal objektívebb tudást kaptak meg, akár elméletben, akár gyakorlatban, mint amivel ők eddig rendelkeztek. Illetve mi azt is tapasztaltuk, hogy sok rossz beidegződést, sok rossz, nem azt mondom, hogy rossz tudást, mert olyan nincsen, de sok olyan ismeretet, amit lehetne jobban csinálni, azt ezek a képzések azért korrigálták, így van, helyre tudták tenni. Tehát voltak nehézségek, nyilván ez volt a tavalyi volt az első év, amikor ilyen képzések voltak, tehát egy induló képzésről van szó, lehet azt mondani, hogy gyerekcipőben van, de mindenképpen hasznos, és mindenképpen szükséges, mert ezeknek a problémáknak, amivel mi szembesülünk, így a gyerekek révén, azért szükséges egy nagyon átfogó tudás, így a nevelőszülő részéről is. Hiába támogatjuk az ő munkájukat, azért a nevelőszülőnek is felkészültnek kell lenni. Kollégaként nevezzük most már őket, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Én egy református gyülekezetbe járok, és ott a kelenföldi gyülekezetben is van egy baba-mama kör, de úgy tudom, hogy akár katolikus, akár más hitbeli felekezeteknél is az azonos korcsoportú, azonos problémával találkozó emberek igyekeznek egymással kapcsolatot találni, éppen azért, hogy segítség tapasztalatátadással, hogy mit lehet hogyan, mit lehet könnyebben. Ha valaki egy 3 gyermekes édesanyja, örömmel be tud számolni a korábbi tapasztalatairól egy olyan anyukának, aki éppen most szült. Gondolom a nevelőszülői hálózatnak is van erre szüksége. Van ilyen nevelőszülőklub? Szeretnénk. Én nagyon dolgozok ezen, gyakorlatilag. Tehát a spanyol viaszt. Amióta a hálózatvezetői munkát végzem, ez az egyik fő célkitűzésem. Nekünk a megyei adottságokból így azért probléma, hogy nehezebb a nevelőszülőket összehozni egy helyre. Nagyon szétszórtan helyezkednek el, viszont dolgozunk azon, hogy működjenek az ilyen jellegű lehetőségek is. Egyelőre nálunk csak a programjainkon találkoznak a nevelőszülők, tehát a közös programjainkon valósul meg egy ilyen jellegű eszmecsere. Hát akkor most kicsit alakulóban van ez is, hiszen ahogyan újra kellett őket tanítani, ahogyan újra kell nekik ismereteket megszerezni, nyilván majd egymással ott találkozván, akik egymásnak szimpatikusak, akár egy szervezeten kívüli baráti körben összejöve, körülbelül azonos lakhely. Ez mondjuk szerencsés ebben az esetben, mert ti egy Pest megyei szervezet vagytok, és nyilván nem kell, ugye említetted, hogy milyen nagy végpontja van, 200 km a megye két végpontja között rossz esetben, hogy nem kell akkor mindenkinek a legtávolabbi helyről is ugyanoda menni, hanem gondolom az oktatás is úgy folyik, hogy egy-egy körzetben lakók mondjuk egy 30-40-50 kilométeres körben kell, hogy menjenek egy oktatási rendszernek valamilyen kinevezett helyére. Gondolom én, így van ez? Igen, tehát nevelőszülő tanácsolói körzetek vannak, amelyek egy adott területre koncentrálnak, és tanácsolói körzetenként, tehát nagyságrendileg 20-25 nevelőszülői család tartozik, és őket azért össze szoktuk tudni hívni. Nyilván nekünk van képzési kötelezettségünk egyébként így minden évben, 2x6 órás képzést tartunk a nevelőszülőinknek, külső szakemberek bevonásával, hogy egy kicsit tehát olyan képet kapjanak, olyan ingereket kapjanak leginkább, amik kívülről érkeznek, és olyan szakemberektől, akik egy kicsit más szemmel néznek a mi munkánkra. Ez mindig tud hozni egy kis frissességet, egy kis újdonságot így ezekbe a képzésekbe. Illetve Mi saját magunk is szoktunk a szakszolgálattól is felkérni kollégákat, ők pedig mélységébe tudnak belemenni egy-egy probléma feltárásába, vagy átbeszélésébe, vagy egy képzési témának az átbeszélésébe. Úgyhogy ezek a tanácsadói körzetek, ezek azért valamilyen módon alkotnak egy egységet. A nevelőszülők azért ismerik egymást, tudnak egymásról. Vannak közös programjaink, akár tanácsadói körzetenként, akár az egész nevelőszülői hálózatot érintő programok. Úgyhogy igyekszünk egy évben azért a lehető legtöbb alkalommal összehozni a nevelőszülőket és a gyerekeket. Ezek szabad jellegű programok, vagy esetleg kötött programok? Maguk képzések, azok kötött programok általában, de a szabad programok, akár beszélünk egy nevelőszülők napjáról, ahol el szoktuk ismerni a nevelőszülőknek a munkáját, legyen szó egy gyermeknapról, ahol egy ilyen egy piknik jelleggel a nevelőszülői családok tudnak hozzánk ellátogatni, vagy legyen szó egy kisebb sportvetélkedőről, ahol mondjuk csak egy kis körzetnek szervezünk programot. A gyerekeket a nyári táborozásból azért több nevelőszülői körzetből szoktuk összehozni, úgyhogy így vannak ilyen kötöttebb, meg kevésbé kötöttebb lehetőségek arra, hogy találkozzanak. És visszatérjünk arra a gondolatra, hogy a nevelőszülői hálózatnak a célja, egyik célja az, hogy a gyermeket az eredeti családjába segítsen visszakerülni. Gondolom ezeknek a szabad programoknak egyik lehetősége ez, hogy ott a nevelőszülők és a gyermekek mellett azok a szülők is eljöhetnek, akik az igazi szülei a gyermekeknek. Erre is szokott példa lenni, tehát a gyermeknapunkon ott vettek részt vérszerinti szülők is a programokon. Nyilván a kötöttebb programoknál erre nincsen lehetőség, viszont a kapcsolattartások túlnyomó többségében azért a vérszerinti szülőket azért be szoktuk vonni olyan tevékenységbe, ami kicsit túlmutat azon, hogy egy asztal mellett beszélgetünk, hogy elmegyünk sétálni. Tehát itt jellemző az, hogy akár a nevelőszülővel együtt készítenek egy közös ebédet, vagy a nevelőszülővel együtt csinálnak valami kisebb programot. Karácsony előtt közös beigli készítés. Hogy a gyermek is lássa azt, hogy a vérszerinti szülői meg a nevelőszülői együtt tudnak működni, és jó kapcsolat van közöttük, és azért benne is csökken a feszültség. Akkor egy egészen más irányú kérdés, erre talán tapasztalatból tudsz válaszolni. Kedves Lajos, azt szeretném kérdezni, hogy a szülő, az igazi szülő nem szokik bele abba, hogy neki ez egy kicsit kényelmes álláspont, hogy na akkor nekem van egy gyermekem, és a gyermekből mindig csak a jó oldalát kapom. Hogy mindig, amikor találkozik, ugrik a nyakamba, szia apa, szia anya, jaj de jó, mit hoztatok, csak az öröm része van benne, aztán a terhek, a mindennapi, hétköznapi terhek, a betegápolás, a lázas gyermek, az orvoshoz vitel, az iskolában az együtttanulás, esetleg némi devianciának a kiküszöbölésére való próbálkozások, amik hát néha bizony borítanak egy-egy családot, attól mind-mind mentesül. Mi ebben a tapasztalat? Hogy látod, Lajos? Hát én a karácsonyi adventi időszakban beszélgettem pont egy nevelőszülővel, és ő mondta, hogy hát Lajos, tudom, hogy mit fog mondani, hogy azt fogja mondani, hogy ez a munkánk, és hogy nekünk ez a feladatunk, de mégiscsak panaszkodott, hogy igen, ő tanul a gyerekkel, ő viszi iskolába, ő ápolja, hogyha beteg, és hát a gyermek pedig megy haza az adventi időszak után karácsonyra, téli szünetbe a vérszerinti szülőkhöz, tehát nekik úgy kell megoldani a nevelőszülői családnak a karácsonyozást, hogy még a karácsony előtt ünnepeljenek egy kicsit. Ez a szépsége és a nehézsége a munkánknak, és tényleg nekünk ez a feladatunk, ezen nekünk túl kell tudni lépni, és nyilván a saját lehetőségeinken belül azért nyilván meg lehet azért ettől ünnepelni a karácsonyt a nevelőszülőnek is a gyerekkel. Tehát ez jól példázza azt, amit te is mondtál. Az az alapellátásnak, illetve nekünk a vérszerinti családgondozásban a gyermekvédelmi gyám révén fontos feladatunk az, hogy hogy a véles szerinti szülő ne üljön bele ebbe a helyzetbe. Ennek a legpraktikusabb lehetősége, a megoldása az, hogy folyamatosan feladatot kell adni a véles szerinti szülőnek. Tehát folyamatosan mozgásban kell őt tartani, és lépésről lépésre kell, hogy haladjon előre a problémáinak a megoldásában, és akkor nagyobb esélye van annak, hogy nem ül le, és tényleg haladni fog előre, és igen, össze fog állni ez az egész történet. Na hát, beletaláltam, mint a baktyú kis talál szemet ebbe a problémába, de gondolom, ha az ember egy kicsit elgondolkodik rajta, akkor ezeket felfedezi. Szeretnék egy egész más oldalra menni, eddig a gyermek, a szülő, a nevelőszülő részéről vizsgáltuk a dolgokat. Most az anyagi részét szeretném megkérdezni, hiszen a motivációnál említetted ezt is, hogy milyen motivációja van a nevelőszülőnek. Az egyik motiváció például egy ilyen időszakban, amikor nem biztos, hogy olyan nagyon könnyű munkát találni és elhelyezkedni, lehet némelyeknek ez egy előre menekülés. Milyen díjazás ér, milyen díjazásban részesül egy nevelőszülő? Ugye az anyagi motivációra rátérve, nyilván mi ezt is vizsgáljuk, és én azt vallom, hogyha egy nevelőszülő jelölt motivációi között az anyagi motiváció nem fő motiváció, akkor nincsen probléma. Nyilván ahogy a szakemberré lett a nevelőszülő, emelve így a jogszabály által, egy szakembernél természetes, hogy megfizetjük az ő tudását és a munkáját. Tehát én nem látok semmilyen kivetnivalót abban, hogy ha van valakinek sokadlagos motivációban ugyan, de anyagi motivációja is, mi is segítő szakemberként fizetést kapunk a munkánkért. Nyilván, hogyha ez egy elsődleges motiváció, és jól kiérezhető motiváció, ott azért vannak problémák, és ott akkor mi azzal az illetővel nem fogunk tudni együtt dolgozni. Azt jelenti ez, hogy van egy anyagi rész, amit a gyermek kap, és van egy, amit a professzionális nevelőszülő. Így van, tehát van egy fizetés, egy nevelőszülői díj, amit gyakorlatilag ez egy 3 pilléren álló díjazás. Van egy nevelőszülői alapdíj, ami a mindenkori minimálbérnek a 30%-a. Ez gyakorlatilag a nevelőszülőnek attól függetlenül jár, hogy van-e hozzá kihelyezve gyermek, vagy sincs. Van egy nevelőszülői kiegészítő díj, ez a mindenkori minimálbérnek a 20%-a, ez gyermekenként jár, és van egy többletdíj, ami a minimálbérnek az 5%-a, ez pedig speciális vagy különleges szükségletű gyermekenként jár. Tehát, hogyha egy nevelőszülőhöz ki van helyezve egy normál szükségletű gyermek, akkor ő a minimálbérnek az 50%-át kapja. Két normál szükségletű gyermek esetén mondjuk a minimálbérnek a 70%-át, tehát így adódik ez így össze. Ez a nevelőszülő fizetése, ez a nevelőszülő bére, tehát ő ezt a munkájáért kapja, és emellé jár az ellátmány, amely pedig a gyermek ellátására kell fordítani egészben, és ezt ellenőrizzük, ezt figyeljük, és ezt be is tartatjuk a nevelőszülőkkel. Egyébként tapasztalat, hogy a nevelőszülők ebben olyan módon együttműködőek, hogy a legritkább esetben szokott probléma lenni abból, hogy a díj nem a gyermekre van költve, sőt inkább azt szoktuk tapasztalni, hogy a nevelőszülő mindenféle probléma nélkül, akár a sajátjából is úgy költ, így van. Persze, mert hiszen az ő motivációja elsősorban a szeretet. Így van. Érdekes dolgokat hallottam, és elgondolkodtam ezen, hogy valójában most egy profivá válás folyik a nevelőszülői vonalon, de ez a díjazásban, ahogyan most itt az anyagiakra rátérve hallottam a számokat, azt mondom, hogy nem igen jelentkezik. Tehát ha valaki mondjuk autószerelőként, kozmetikusként, ápolóként, szakácsnőként, stúdiótechnikusként dolgozik, akkor neki van egy elfogadható besorolása, illetve egy erre járó előírt minimálbére, aminek nem az 50 vagy 20 vagy 70%-át kapja meg, hanem megkapja az egészet. és egy nevelőszülő, akinek a munkája nem csak szaktudást kíván meg, amiről ugye a képzés gondoskodik, hanem ennél sokkal több, és nem napi 8 órában, mint mondjuk egy munkahelyre bemenő ember végzi a munkáját, hanem ez valóban egy 24 órás munka, hiszen napi 8 órában nem lehet mondani azt, hogy kisfiam most lázas vagy, délután 4 órakor kiesett a kezemből a priznic, és most többet nem foglak bepriznicelni, mert lejárt a munkaidőm, a nevelőszülő ez nem így végzi, ő lélekből, szívvel, szeretettel, éjjel-nappal csinálja ezt. Tehát nem, hogy ennyi százalékkal kevesebbet, hanem inkább a duplájával többet kellene adni. Nyilván az állami lehetőségek szabnak ennek határt. Lesz ebben valami változás? Tehát változás már ebben volt, hiszen korábban a nevelőszülők 15 000 forintos nevelőszülői életményben részesültek gyermekenként. Tehát ehhez képest ez már egy jelentős emelés, még akkor is, hogyha elsőre ez az összeg nem tűnik túlságosan magasnak. Illetve nagyon fontos, hogy az alapdíj az nincsen gyermekkihelyezéshez kötve, tehát a nevelőszülő, ha minden gyermeket elhelyeztünk a családjából, 3 hónapig akkor is jogosult a nevelőszülői alapdíjra, hogyha nincsen hozzá gyermekkihelyezve. Nagyon fontos megjegyeznem azt is, hogy a nevelőszülők túlnyomó többsége főállásban dolgozik, tehát ők a főállásuk mellett végezhetik a nevelőszülői tevékenységet gyakorlatilag minden korlátozás nélkül. Egyetlen egy korlátozás van, hogy ez a gyermek érdekében, vagy érdekellentétében nem állhat. Tehát, hogyha mondok egy példát, hogyha mondjuk nem képes a munkája miatt valaki ellátni a gyermek felügyeletét, akkor nyilván ő nem lehet nevelőszülő. De hogyha olyan munkája van, amely mellett a gyermek napközbeni ellátása mellett, iskola, óvoda, napközi mellett nyugodtan, mint bármelyik más szülő tud munkát vállalni, és ezt kvázi egészíti ki a nevelőszülői bér. Úgyhogy így összességében... Kicsit jobban elfogadható. És ez tapasztalat és gyakorlatilag feltétele is a nevelőszülői válásnak. Tehát amikor nézzük a nevelőszülő tárgyi feltételeit és az anyagi motivációt, hogyha beszélünk erről, hogy a jelöltnek anélkül is fel kell tudni mutatnia egy megélhetést, egy megélhetési hátteret, hogy ő nevelőszülővé válik. A nevelőszülők túlnyomó többségében, a nevelőszülői családoknál mind a két fél dolgozik. Olyan is elő szokott fordulni, ahol kicsit nagyobb a család, hogy a férj dolgozik csak, és a feleség háztartásbeliként funkcionális működik. Tehát mindenhol azt tapasztaljuk, hogy azért van más keresmény is a nevelőszülői családban. A nevelőszülői fizetés az egyfajta honorárium tényleg az ő juttatásaik mellé. Természetesen mi is reméljük, hogy ezek a juttatások nőni fognak, és egyre jobban el fogják majd ezzel is ismerni a nevelőszülők munkáját. Igen, azt hiszem, hogy a professzionalizmussal ez párhuzamosan kell, hogy növekedjen. Hát milyen szempontból ez jó hír a nevelőszülőknek, mondom ki a kamerába, egyenesen bele a nézők szemébe nézve. Hát az idő órára tekintve azt látom, hogy 5 percünk van hátra. Kedves Lajos, van-e valami, amit ebben az 5 percben szeretnél a nézők lelkére bogozni? Van-e valami, amit fontosnak gondolsz, amit nem kérdeztem meg? Igazából azt gondolom, hogy mélységében tudtunk azért beszélni a nevelőszülőségről. Nekem annyi mindig a kívánságom így a társadalom felé, hogy ezeket a gyerekeket úgy fogadják el, ahogy vannak. Mindenki lássa meg bennük az értéket. Tudomásul kell vennünk, hogy nagyon sok munka van velük, de ennek nyilván az az oka, hogy ők traumatizáltak, és elég sok problémán estek át, mielőtt találkoztunk velük. Viszont szerencsére azért azt tapasztaljuk, hogy nálunk azért a gyermekek többsége meg tud nyílni, meg tudja valósítani saját magát. Gyakorlatilag ez a nevelőszülői hivatásnak az egyik szépsége, hogy így szépen ki lehet így bontani azokat az értékeket, amik a gyerekben benne vannak. Azt szoktuk tapasztalni, hogy a gyerekek elérik a saját képességeiknek a határát, és szépen tudnak működni. Egy-két nagyon lelkiismeretes nevelőszülőnk még sokszor ezen túl is tudott már lépni, tehát olyan gyerekekből is faragtak embert, akikről nem gondolták volna a sérüléseik vagy a problémáik okán, hogy akár mondjuk önállóan tudnak majd munkát végezni, és önállóan tudnak élni. Úgyhogy én tényleg ezt tudom, aki a nevelőszülőség iránt érdeklődik, annak természetesen tudjuk fogadni a jelentkezését, és nagyon szívesen... Hol jelentkezzen az, aki ilyet szeretne? Hát nálunk a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és intézményeinél, ez a 1148 Budapest, Fogarasi út 22, itt meg tudnak bennünket személyesen találni. Inkább az e-mail, illetve a weboldalunknak az elérhetőségét mondanám, köszönöm. Ez a www.pmtegeszi.hu. Tehát ez a Pest Megyei Tegeszi.hu, így van, így ebből a rövidítés. Így van, ebből a rövidítésből jön össze, és ott minden elérhetőség. De gondolom, ha úgy beírják, hogy gyermekvédelmi szakszolgálat, akkor is. Így van, ha beírják, hogy Pest Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat, akkor. Keresztül. Ha már olvasásról beszéltünk, és ha már az információ ilyetén áramlásáról, akkor hadd köszönjem meg elsősorban mindazt a sok szépet és jót, amit végeztek, azért, hogy elveszni készülő gyermekekből mégis ember jöhessen létre, és hadd mondjak egy örömhírt, a Bibliából fogok olvasni egy nagyon-nagyon rövid részt, hogy Jézus hogyan is viszonyul a kisgyermekekhez. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában? Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában, és aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotánkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Szóval Jézus jutalmat is kihelyezett, és egy fenyegetést is ezzel szemben, hogy fogadjuk be a gyermekeket, na de vigyázzunk, hogyan neveljük őket. Hogy minden úgy legyen, ahogyan ezt ő előírja. Ő pedig azt mondta, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Én köszönöm szépen Torzsa Lajosnak, a Pest Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelő, szülői, gondozói csoportjának a vezetőjét, hogy eljöttél ebbe a stúdióba, és hogy itt bizonyságot tettél erről a szép és érdekes munkáról. Sok sikert kívánok, sok jó új ötletet és lehetőséget a főnökségtől, hogy mindazokat megcselekedhess, amiket elképzeltél. Mindazoknak a gyermekeknek és a szülőknek a javára, akik ebben a programban állami okból kifolyólag kénytelenek, hogy részt vegyenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.